Négyféle liszt, só, víz, sertés, zsír, főt, burgonya és 12 órányi kovászolás. Többek között ezek szükségesek ahhoz, hogy aztán a sütés után az asztalra kerüljön az évkenyere. A nagyapám kenyere burgonyával elnevezésű termék lett 2024-ben az ország kenyere, a 13. alkalommal meghirdetett Szent István napi kenyérversenyen. A győztes terméket a Balmas KFT fejlesztette ki. A cég ügyvezetője Füleb Zsolt, aki egyben a Magyar Pék alelnöke is, 35 perc című műsorunkban elmondta: A versenyt éppen azért hozták létre, hogy növelni tudják a minőségi sütőipari termékek iránti érdeklődést. Azért eldöntötte a Pék hogy egy versenyen keresztül próbálja meg a minőségi termékek fele irányítani a kedves fogyasztót és ebből most már a kollégák is egyre jobban bekapcsolódnak. Egyre több vállalkozás látja azt, ennek a pozíciómát, ennek a megmérettetésnek. Egyre szorosabb a verseny. Milyen élőli. szempontok szerint dönt a bírálók? Egy bizony. kétfordulós pályázat uhum. van, szakmabeliek döntenek az első körbe, kiválasztunk 12 terméket, és a második körbe már bevonjuk a nébiket, illetve a minisztériumot, mint fenntartó szervezetet, hogy igenis, mondják el ők is a véleményüket a következő termékekről. Megnézzünk bélzetet, helyzetet, külső megjelenést, eltarthatóságot, és nagyon fontos a gyárthatóság. Hisz azért nagyon vannak bonyolult technológiák, amit azért nem minden üzem tud. Hisz az ennek van egy további élete, aki a Magyar Pék Szövetséggel szerződés köt, megkapja a teljes receptúrát, technológiát, és elkezdhet otthon gyártani, és lényegében a saját környezetének bemutathatja az ország kenyerét egy teljesen más megközelítésben. A Szent István napi kenyér mellett további két kategóriában hirdettek győztes. A balma sütöde hálapenyós csedár sajtos vadkovácsos kenyere lett a győztes az innovatív kenyerek között. A sós sétáló sütemény nevezésű kategóriát pedig a Varga Pékség 95 Kft. által készített pásztor reggeli nyerte meg. Fülep Zsolt úgy látja, egyre nagyobb a kereslet a kisebb, különlegesebb termékek iránt. Ehhez a sütőipari vállalkozások is igazodnak. Szent István naphoz igazodunk, új kenyér ünnepe bár ez egy picit már most előrébb jön, de új kenyér ünnepe, ez adta az alapot. És utána, ahogy változott a gasztró, változott a környezet, változott a fogyasztói szokás, a Magyar Pék is változni kellett, és meghirdett az innovatív kategóriát, ahol igazodni szeretnénk pont ezekhez a változásokhoz, és elsősorban azokat a fogyasztókat megszólítani, akik elindultak egy másik úton. Kevesebb szénhidrátot szeretnének, picit más típusú szénhidrátot szeretnének, szeretnének magvakat bevinni. Idén sajtot szeretnének, jalapenyóval bevinni a táplálkozás során és nagyon nagy sikere van ezeknek a termékeknek, hisz azért látszik, hogy a polcokon is egyre több olyan termék van, ami a hagyományostól eltérő. Természetesen a hagyományos nagyon szeretnénk fenntartani, hisz az új nepe a magyar fogyasztásban még mindig a hagyományos kategória, hagyományos kovászolt kategóriába tudjuk csak elképzelni, viszont ehhez a világhoz meg nekünk is alkalmazkodnunk kell, nem lehet félrerakni ezeket a változásokat. Nagyon szeretnénk azt, hogy ahogy változott a gasztronómia ízvilága a megközelítése, hogy ezek a termékek vissza tudjanak kerülni az asztalra. A Szent István napi kenyér receptjét augusztus 20-át követően más sütőipari vállalkozások is megkapják, hogy mely pontokon lesz megvásárolható az ország kenyere, arról a Magyar Pékszövetség tesz közzé listát weboldalán.